magyarországi zsidók nagy többsége láthatatlan a magyar társadalomban. Nagyon csekély azoknak az aránya, akik vallásos életet élnek, ragaszkodnak mindenben a hagyományaikhoz, és ez a külsőségeikben is megjelenik. A legnagyobb kihívás mégiscsak az a kérdés a zsidó közösség előtt, hogy mennyire ragaszkodnak a hitükhöz, mennyire tartják fontosnak azt, hogy a tóra a életük mindennapi része legyen. Azt gondolom, hogy általában, mint a világon mindenhol, ez Magyarországon is igaz a zsidó közösségek kihívásaira. De hogyha csak a magyar sajátosságokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy kérdés a zsidó közösség számára a következő években, hogy a saját biztonságuk érdekében a saját identitásukat fel tudják-e vállalni. Nagyon nagy kérdés az, hogy a magyar társadalomon belül mennyire tudják mondjuk a politikán túl a mindennapokban érvényesíteni elképzeléseiket és a saját érdekeiket. Egy kicsit azt gondolom, hogy a politikán felülemelkedve is. A legnagyobb kérdés most, ha nem is közvetlenül kapcsolódik az antiszemitizmushoz, de ez egy nagyon nagy kérdés Magyarországon, hogy Izraelhez hogy viszonyunk a BDS mozgalomhoz, hogy viszonyunk ahhoz, hogy Nyugat-Európában az izrael ellenesség az új antiszemitizmus formáját öltve most már zsidó ellenességnek tekinthető. Azt gondolom, hogy többek között ezek is fontos kérdések. A zsidó közösség ma reneszánszát éli Magyarországon. Biztonságban van, nem fenyegeti a saját biztonságát, a közösségi biztonságot nem fenyegeti semmi az állam, illetve hát maguk a zsidó közösség tagjai is garantálják ezt a biztonságot.